A Magyar Vidék Minősége Egyesület szervezésében valósult meg az a szakmai konferencia Sümegen, amelynek keretében a meglévő túraútvonalak fejlesztéséről tanácskoztak. Szó esett a geoturizmusról és az attrakció bővítésekről is. Ennek a területnek az értékeit fogja bemutatni. A szakmai konferenciára a szervezők a térség turisztikai szolgáltatóit, önkormányzatokat és TDM szervezeteket hívtak meg. A program első felében az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület képviselője tartott tájékoztatást túraútvonalaikról és a fejlesztésekről. Az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület a 2010-es évek elején alakította ki virtuális túraútvonalait, 59 településen, ami a működési területünk, és ezeknek a túraútvonalaknak most volt egy fejlesztése, egy optimalizálása a fenntarthatóság és a bemutathatóság jegyében. Tényleg az együttműködésre szeretnénk a hangsúlyt helyezni, illetve azt, hogy bemutassuk, hogy van még lehetőség arra, hogy ezekre a túraútvonalakra bárki rácsatlakozzon, és szeretnénk, hogy ha a szélesebb közönség is meglátná azt, hogy a Balaton felvidéken, a háttértelepüléseken is rengeteg érték van, nem csak a kiemelt üdülőkörzetben. A térség tehát a Balatonfelvidék és a Bakony geoturizmusáról, valamint a Bakony-Balaton Geopark látnivalóiról szólt Futó János geológus előadása. Tanúsvényekről, kőparkokról, kiállításokról kaphattak képet a jelenlévők. Lehetőség nyílik az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően, mondta, az élő természet és a kulturális témák mellett a földtani emlékek bemutatására is. Hangsúlyozta az előadó, hogy ez a földtani szempontból csodálatos térség méltán tart számot érdeklődésre. Ezt határozottan lehet látni, hogy a megnyitott kiállítóhelyek, illetve a szabadtéri helyszínek, tanösvények nagyon sok látogatót vonzanak, főleg az utóbbi két évben lehet ezt tapasztalni, hogy szinte kinyílt a természet a látogatók előtt, és ezt érzékeljük mindenhol, hogy keresik ezeket a speciális, de ugyanakkor mégis nagyon érdekes helyszíneket. Érdekes témaként szerepelt a konferencián a sümegi turisztikai útvonalak és hozzájuk kapcsolódó attrakciók megismertetése. Fontos bemutatni, hogy a sümegi turisztikai útvonalakon milyen kiállító helyek vannak, és hogy azok hogyan fejlődtek az utóbbi években, hogyan töltöttük meg őket digitális tartalommal, milyen programok vannak, és hogyan tudunk egy helyi kiállító helyként nem csak közösséget fejleszteni és hagyományőrzés biztosítani, és a nagy embereknek a kultuszát életben tartani, hanem hogy turisztikai attrakcióként is hogyan tudunk működni, és a kulturális turizmusba milyen szerepünk van itt a városba. A tanácskozás délelőtti részét egy vezetett túra követte, amely a sümegi Várhegy titkait tárta fel az érdeklődők előtt.